Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, akik túlnyomó részt a informatika, műszaki, technológiai, tudományos, gazdasági és közéleti világának az igazi csúcsragadozói. Mit is mondhatnék nekik az informatika történetről én, Jámbor bölcsész zsákmány állat? Összesen két dologra vállalkozom mindössze ebben az ebéd előtti rövid előadásban. Egyrészt egy kicsit a régi karácsonyok szellemének a mintájára próbálnám megidézni az informatika szellemét, a masinák, a relék, a katódsugárcsövek mögött a embereket, tartalmakat és történeteket. Másrészt egy picit magát az informatikának a tárgyát, mibenlétét, a történetének átfogóbb kontextusait egy picit újra gondolni, újraépíteni, talán azokat a kereteket, amin belül informatikáról vagy informatika történetről gondolkodunk, azt egy picit kitágítani, ha lehet. Ugye alapvetően, amikor informatikai gépről, informatikai eszközökről beszélünk, akkor ezek a műveletek zajlanak, és valójában az egésznek a középpontjában a számjelek, ezek az érdekes abstrakciók állnak. Az informatikai gépek alapvetően a jelfeldolgozó masinák, és igazi értelmét remekül kapcsolódva az előző előadás befejezéséhez az adja, hogy a révén a számolás teljesítményt tudjuk folyamatosan növelni. Mögötte természetesen ugye az az igény van, amely a számolás gyorsaságot, illetve a különböző típusú matematikai műveletek automatizálhatóságát biztosíthatja. Összefoglalom vagy gyűjtő néven egyfajta numerikus nyomás ez, ami leginkább és elsősorban az idő tengely mentén érhető vagy írható le, hiszen ezeknek a műveleteknek az elvégzésére, hogyha kellő számú ember és kellő számú idő állna rendelkezésre, akkor nem lenne szükség masinára. Ám a különböző típusú élethelyzetek azok egyre intenzívebb és egyre erősebb numerikus nyomást gyakorolnak. Vagy a földmérés hangzott el példaként, hogy a 15. század közepén már a iszonyatos erejű nyomás volt a földmérőkön, hogy gyorsabban tudjanak kiszámolni, gyorsabban tudjanak végrehajtani műveleteket, de ezzel nem különböztek sokban antik társaiktól, ugye, akik szintén állandóan ezzel a problémával küszködtek, ezért igazából valahol, ahol földtan, földtudomány, csillagászat, ott matematika és matematika történet, számítás-teljesítmény és numerikus nyomás. Teljesen és sokféleképpen leírt és jól ismert ennek a numerikus nyomásnak néhány doménye, néhány területe, a társadalom történet néhány a tipikus területe. Ezek minden tankönyvben szerepelnek a technikatörténeti kronológiák mellett, ott szerepelnek a lőelemképzéssel, a titkosítással kapcsolatos feladatok, amelyek ennek a numerikus nyomásnak a hátországát jelentették. De persze, ugye, ha az egyszer egy mögé elkezdünk visszakúszni, akkor megtaláljuk a kétszer-kettőt is, hiszen mielőtt a 20. század közepének ezek a nagy numerikus nyomásai elkezdték volna hatásukat kifejleszteni, a más területeken is nagyon intenzíven jelent meg ez a nyomás. Ugye a csillagászatról már volt szó, de a 19. század végétől kezdve volt egy olyan időszak, amikor a legerősebb numerikus nyomást a csillagászat fejtette ki. Nagyon sok nő került ekkor a csillagászat közelében, részben azért, mert nagy monotónia tűréssel és nagy hatékonysággal tudtak 8-10 órán keresztül számolásműveleteket végrehajtani, és a csillagászat történetének ez a szakasza az, amikor hirtelen a legtöbb nő jelenik meg. A bérszámfejtésben sincs semmi meglepő, akiket ott a kép bal alsó sarkában látunk, azok humán kompjúterek, emberek, akik egy nagy teremben csak azért, hogy
saját számuk és szigorúan már-már fordista módon szervezett munkavégzésük eredményeképpen számítási eredményeket köpjenek ki. Ők elsősorban a könyvelésben a 20. század elejére a hatalmasat ugró irodaautomatizálás és nagyvállalati ügyvitel szervezésnek a háttérmunkásaiként egyfolytában reggeltől estig számoltak. Egy nagyon izgalmas, szép könyv, When Computers Were Human, David Allen Greer nagyszerű munkája foglalja össze a humán kompjútereknek az elég kevéssé ismert történetét. És ugye ez a történet remekül összecseng az automatizálásnak a gépi világával, mert miközben meg lehet közelíteni olyan oldalról, hogy hány ember vesztette el a munkáját azzal, hogy intelligens gépek elkezdtek a hatalmas mennyiségben és villámgyorsan számolásműveleteket végrehajtani. Valójában, ha belegondolunk, akkor ez egy nagyon komoly humanizáló vagy elidegenedés megszüntető tett volt, hiszen elég embertelen dolog reggeltől estig számolni. A gép által elvégzett munka révén az emberi elme magasabb értékhozzáadású tevékenységre szabadul fel. Amikor ugye az informatika történeti múzeumokban meglátjuk az első mechanikus számológépeket is, még a mechanikus számológépek mögött is ugyanez a nyomás van. Pascal nem valami fajta tudósi dicsőségért szerkesztett számológépet, hanem azért, hogy az ő szerencsétlen édesapjának segítsen, akin látta, hogy kereskedőként reggeltől estig próbál valamilyen módon a számok világában előre jutni. A Pascali tett az édesapjára nehezedő numerikus nyomás enyhítésének a étoszából nőtt ki. És persze, hogyha még egyet lépünk vissza, akkor megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, vagy érintkezési pontokat, amelyek már nem tipikusan informatika történeti céltárgyak és tudásterületek felé visznek minket, de bizony annak a finom mechanikai tudásnak a visszaszálazásával, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az emberi, a monoton élőmunkát kiváltó szerkezetek megszülethessenek, bizony egészen más tudásterületek, egészen más készségterületek, egészen más tudomány és technika a területeknek a történetéhez is vissza kell nyúlni. Van olyan informatika történeti múzeum, ahol írógépet látunk kiállítva, és nem egy nagy varázslat összekötni az írógépben megtestesülő alkotóerőt a később klaviatúra formájában megjelenő immár az informatikába vagy a számítógépes univerzumba integrált területtel. Innentől kezdve persze maga a programozásnak, az automatizálásnak a megvalósulása, maga a fogalma, a képzete és a gyakorlata is elválaszthatatlan ettől az egyre bonyolódó szőttestől. És nagy tudósunk Endrei Walter volt az, aki mai napig kevéssé elismert vagy méltatott nagyszerű kis munkájában a programozásnak a történetét és az eredetét időben egyre tovább tuszkolva hátra, egészen a neolit vadászoknak az önkioldó csapdáig jutott. Igen, bármilyen furcsa és bármilyen hihetetlen, az informatika történet ezen ágának vagy ezen forrás vidékének az automatizálásnak a kezdeteit egészen idáig kell időben visszavezetnünk, de az automatizálás történetnek a jól ismert mozzanatai, a zenélő masinák, amelyek ilyen lyukas dobról újra és újra ugyanazt a dalabot játszották le, vagy a népszerű csodakacsa Vaucanson szerkezete, amely elképesztő teljesítményre volt képes mérnöki csúcs teljesítményként, egyre inkább és egyre izgalmasabb módon kerülnek elő a művelődés történet különböző rosszul bevilágított sarkaiból olyan területek, amelyek szintén az automatizálás történet és ennek révén az informatika történetnek nevezetes, izgalmas szereplői. Csak egyet emelnék ki, ottan dőlt el is szerepel, a kertmérnökség. Azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon furcsán néztek arra, aki az informatika történet részeként a középkori kerteknek, sőt a koraújkori
kis újkori kerteknek az automatikáját ide sorolta volna. Pedig, hogyha valaki megnézi mondjuk a Tivoli kastélyparkot, vagy a Versailles eredeti nagy kastélyparkját, akkor azt látja, hogy ott számítógépek vannak, csak zöldek és pneumatikusak, mert időzítésben, nyomásváltozás érzékelésben és ennek következtében mechanikus jeladással megváltoztatott szerkezetekben gyakorlatilag a kertkultúrának a csúcsai, azok a számítás, technika, történet nagyon nevezetes célpontjai vagy csomópontja is, és aki ebben kételkedne, az vessen egy pillantást a Lukjanov nevű szovjet mérnök 1937-es vízi kompjúterére, ahol a víz a segítségével áll elő, egyébként egyenleteket oldott meg Lukjanov gépe, de valamilyen módon, még ha nem is volt közvetlen kapcsolat a kertmérnökökkel, az, hogy hogyan is miképpen része ennek az univerzumnak például akár a víz, a szökőkút vagy a kert, ezt jól láthatjuk innen. De ugye egészen idáig automatizálásról, számolás teljesítményről és numerikus nyomásról beszéltünk. De ugye azoknak az információs műveleteknek a sorában, amelyekkel kapcsolatban támogatásra szorulunk, vagy az emberi elmét az unalmas, monoton, repetitív feladatok alól föl akarjuk szabadítani, még számos más terület is van. A leglátványosabb, a legizgalmasabb, a legattraktívabb eredményeket a számítástechnika történet produkálja. Ennek az információs világnak a megtámogatásához még nagyon sok más terület és nagyon sok más megoldás áll csatasorba, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy abban a pillanatban, amikor a számítógép már képes arra, hogy hatalmas mennyiségű művelet gyors elvégzésével numerikus nyomást enyhítsen, az információs műveletek átfogóbb univerzumából, mint a cukor illatára a rovarok, azonnal megindul minden területről a közeledés, hogy ha már egy ekkora áttörést értünk el a numerikus nyomás enyhítésében, akkor egészen más területeken is használjuk fel ugyanezt, hiszen ez a fajta nyomás, vagy ez a fajta kihívás, például a képfeldolgozás, például a sokszorosítás, például a vizuális objektumok kezelése, vagy például a zenei objektumok kezelése területén is megjelenik. Így aztán nem véletlen, hogy néhány év alatt az első komoly kereskedelmi forgalomba kerülő számítógépes rendszerek környékén azonnal az összes többi információs művelet is megpróbálja a maga céljait és kimeneteit is produkálni. Így aztán eljutunk az informatikának egy kiterjesztett, még átfogóbb definíciójához. Már régen nem csak a számolás műveletek támogatásáról van szó, hanem biológiailag adott információkezelő képességünk kiterjesztéséről van szó valamely műveleti tartományban, és természetesen ugye ez az információs ciklus, vagy ez a kör a reprezentációval, környezeti elemek jellé, jelentéshordozó elemmé tételével kezdődik, és ebben a pillanatban jól látszik a helye például azoknak a jelző és riasztó rendszereknek, amelyek banális, egyszerű kis masinák a környezetünkben, legyenek egyszerű érzékelők, vagy legyenek ugye zootechnológiai megoldások, valamilyen típusú környezeti változást a mi biológiailag adott információkezelő képességünk által nem érzékelhető tartomány miatt. A segítségül hívunk például állatokat, ezek a szagmesterek ugyanúgy az informatikai univerzumnak a részei, mint a relé világ, vagy a csillogó monitorok és armatúráknak a világa. És az, hogy bevonjuk az informatika univerzumába mondjuk újra a jelző és riasztó rendszereket, annak óriási jelentősége van akkor, hogyha belegondolunk, hogy az, amit Internet of Everythingnek, minden dolgok internetjének hívunk, amely természetesen visszamegy a dolgok internetjére, az Internet of Thingsre, amely ugye arról szól, hogy ahhoz képest, hogy elméket kapcsolunk össze gépi közvetítéssel egy óriási hálózatban,
ugye dolgokat, tárgyakat, masinákat, műveletvégző gépeket is bekapcsolhatunk ebbe. Ma már az Internet of Everything-be az összekapcsolt adatoktól kezdve olyan környezeti elemek, a ruhától kezdve ipari gépeknek a rezgést ellensúlyozó talapzatáig, gyakorlatilag minden egy óriás hálózatba szerveződik, és innentől kezdve ugyanazt látjuk egy kicsit viszont, mint amit a 60-as évek elején láttunk, hogy minden, ahol numerikus nyomás van, az a kialakuló új platform felé közeledik. A jelző és riasztó rendszerek, amelyek egykor osztatlanul ennek az információs univerzumnak részei voltak, aztán a számítástudomány eszközei a konjunktúrája idején egy kicsit háttérbe vagy távol kerültek, újra ennek az integrációnak a részeként a szemünk elé kerülnek. De egy pillanatra még visszalépve, ugye reprezentációról volt szó, az információs ciklus kezdetéről. Ugye ma már a történettudomány eléggé egyetért abban, hogy sem a beszéd, sem az írás kialakulását nem egy kommunikációs kényszer vagy kommunikációs kapacitás növelés evolúciós kihívásaira vezeti vissza, hanem egy numerikus nyomásra, egy reprezentációs kényszerre. A beszéd mögött a reprezentálandó környezetelemek számának ugrásszerű megszaporodását lelik föl, és a beszéd, illetve az, hogy a hang mintázatokkal környezetelemek azonosíthatóvá, felidézhetővé, újra rendezhetővé és megoszthatóvá válnak. Azzal a beszéd kialakulása és egy numerikus kényszer, vagy egy nyomás megszüntetésének volt az oka. Hasonlóképpen az írás sem kommunikációs céllal jön létre. Mezopotámiában 500 évet kell várni arra, hogy az írás kialakulása után az első misszilis elküldött levelet megtaláljuk. Egy numerikus nyomás megszüntetésének erre adott válaszként jön létre az írás. A reprezentálandó környezetelemek az egyre komplexebb termelés nyilvántartási rendszerek voltak. Az írás kialakulása a korai termelés nyilvántartó rendszerekhez vezethető vissza. Így aztán látszatra nagyon távolra kerülünk már a számítógépektől, amikor az írás meg a beszéd kialakulását is ennek az információs univerzumnak a részeként kezeljük, de az a helyzet, hogy valójában erről van szó, amikor ösvényeket, szálakat elkezdünk szétválasztani egymástól, akkor minden esetben ennek az egységes információs univerzumnak a darabkáit vizsgáljuk. És ezért, amikor ezt a csodálatos gyűjteményt a későbbiekben valamilyen irányba a gazdái fejleszteni fogják, felhívom a figyelmet arra, hogy ezek nem csak tartalmilag nagyon fontos kapcsolódási pontok és érdekes irányok, hanem a különböző érdeklődési körrel rendelkező fiatal kutatók, egyetemi hallgatók bevonásának egy nagyon izgalmas területe, hogyha ilyen kiterjesztett értelemben fogjuk föl az informatika történetet. Köszönöm szépen a figyelmet!